Réges-régen, egy messzi-messzi gyerekkorban volt egy mese, amiben fehér színű műanyag katonák lőttek mindenre, ami mozog, de senkit sem találtak el. Köntösbe öltözött vének meséltek az élet körforgásáról, és maszkulin férfiak egy csodaszép hercegnővel az oldalokon váltak, legnagyobb hősökké és a galaxis megmentőivé. 7 éves lehettem, mikor először gyömöszöltem be a VHS kazettát, de örökre szerelembe estem. I love you. Szeretlek. Tudom. Apa, mi baj a kazettának? Darf ich fragen, was das soll? Megkérdezhetem, mit jelentsen ez? Hübsi überraschung. Nagyon kedves meglepetés. Florin Zwang, mich auszuziehen. Igen, le akarok vetkőzni, melegem van. A rendkívüli puli. Azóta a szériát további 2 trilógia, meg annyi játék, önálló filmek és sorozatok követték, nem beszélve a rengeteg könyvről, képregényről, kóstartorról, lábtörlőről, plüsságváról. It's a trap! It's too late to go back! Szóval na, kinőtte magát az univerzum egy stabil pénznyomdává. Úgy alapjáraton nem is nagyon szeretnék ezzel most fennakadni, hiszen ha van egy aranytojástojó tyúkod, te sem fogod levágni, hanem inkább minden este balzsammal kenegeted a kloákáját a hátmasszázsa közben. Viszont tud-e működni egy történet 40 éven keresztül, 9 filmen át? Erről szeretnék egy kicsit értekezni, végigkritizálva mindhárom trilógiát megjelenési sorrendben. Tehát 4-5-6, 1-2-3, 7-8-9. Nem elég most egy kezdőhelyben nem gyerekjáték felvenni a fonalat. Minden filmmel nagy vonalakban fogok végigmenni, de szigorúan spoileresen, így akinek még kimaradt az életéből a Star Wars világa, jobb, ha már is elkattint, vagy felőle maradhat is, de én szóltam. Tehát röviden fogok mindről, de lényegre törően beszélni, kiemelve a legjobb és legrosszabb jeleneteket, pillanatokat, valamint a legjobb és legrosszabb karaktereket. Vágjunk is bele! Negyedik rész, egy új remény. A történet relatíve egyszerű, adott egy gyönyörű hercegnő, akit elrabolnak a gonosz űrnácik Darth Vader nagyúr vezetésével. De Leia az utolsó pillanatban még elküldi segélykiáltását egy cugi kis droid R2 segítségével egy aggasztján harcos Obi-Wan számára, aki egy fiatal parasztlegénnyel, Luke Skywalkerrel elindul, hogy kiszabadítsa őt. Mármint a hercegnőt. Igen, ez egy hosszú mondat volt. Nem hiszem el, hogy lenne még ember manapság, aki ne ismerni a sztorit. Úgy gondolom, hogy bár lehet szeretni, vagy nem szeretni a Star Wars-t, szinte ma már az alapvető műveltség része legalább ismerni. Ezektől a dzsaváktól vettük R2-t és C-3PO-t. Nézd csak! Ezek a lövésnyomok. A buckalakók nem céloznak ilyen pontosan. Ilyen jó lövéseik csak a birodalmi rohamosztagoknak vannak. A történet bár leginkább egy középkori mesét idéz, a környezet mégis merőben eltér attól, és egy science fiction világot kapunk hozzá. Ahol azért inkább a fiction érvényesül, mint a science, ám meglepő, hogy a legjobban akkor kezd csak el igazán működni az egész, amikor még egy ennél is nagyobb katyfasz van belé keverve, és megjelenik a fantasy vonal is, a mindent átható erővel. Mutassa az irataikat! Nincs rá semmi szükség, hogy megnézzék az irataikat. Nem szükséges megnéznünk az irataikat. Nem ezek a droidok, amiket keresnek. Nem ezek azok a droidok, amiket kerestünk. Tovább engedhetik. Tovább mehet. Végeztünk. Végeztünk, tovább. Oké, na ez egy mese, ez egy történet. Ez egy olyan univerzum, aminél jobbat nem lehet alkotni. Legfeljebb csak más miatt. Ezek annyira betonstabil alapok, hogy innentől bármit el tudsz vele és benne mesélni. Év ezredeket, galaxisokat ugrálhatsz benne, bármilyen technikai kütyűt feltalálhatsz benne, az erővel pedig bármilyen hőst megalkothatsz benne. Az új remény nem lacafacázik, a történetet rendesen pörgeti előre, és közben még talán fel sem fogja, hogy mennyi ikonikus, örökre klasszikus jelenetet alkot meg. Mikor már azt hinnénk, hogy a csúcspontját a kiszabadításnál elértük, hirtelen kapunk egy olyat, amire ma már hivatalos sportág és nem hivatalos geek-maszturbáció épül, a történelem
első fénykard párbaját? Oké, egy kicsit még kezdetleges, de azért már itt is úgyis mindenki beleszeret. És ha azt gondolnánk, hogy ezt nem lehet fokozni, akkor jön egy olyan jól koreografált, fényképezett és effektezett űrcsata, hogy most már nem csak Jedik, hanem X-szárnyú vadászpilóták is akarunk lenni, és még vége sincs a filmnek. Kifejezetten tetszik, hogy Luke karaktere megfelelő módon fejlődik, nem lesz belőle egyből mindenható szuperhős, de a felébredt és előre felvezetett erővel végül is mégis elhapolja azt, ami neki jár. De közben Vader túlélése is garantálja, hogy itt még nagyon nem ért véget a történet. Legnagyobb pozitívum. Nehéz kiemelni egyetlen és legnagyobb pozitívumot a filmből, ugyanis annyi mindent bevezet is konkrétan az, hogy megalkotja a messzi-messzi galaxist, önmagában egy olyan összetett alkotói zsenialitás, amely bőven lehet később olyan referenciaértékű a filmművészetben, mint a görög drámaírás az irodalomban. De talán a legjobb pontja a karakterek felvezetése és működtetése. Aranyosak, szépek, önmagukban is együtt is működnek, végtelenül ikonikusak is, ha a dráma is úgy kívánja, feláldozhatók. Ritka profi munka ez egy kalandfilmhez képest. Legnagyobb negatívum. Negatívumként viszont azért amellett nem mehetünk el, hogy a film tempója miatt kevés időt hagy a gyászra, és érdekes módon csak Obi-Wan halála van viszonylag jobban ábrázolva. Emiatt a dráma néhány olyan résznél kevésbé érvényesül, ahol elvárható lett volna. Konkrétan elpusztul egy egész bolygó, több millió emberrel, vagy ott vannak, vagyis voltak Luke nevelőszülei. Értük, tényleg nem morzsol el senki egy könycseppet sem? Legjobb karakter. Nehéz, mert mindenki jó és a maga módján különleges, de talán a legjobban Han Solo működik. Mert azon túl, hogy ilyen karizmatikus ember alig él még ezen a földön, mint Harrison Ford, már is kapunk tőle egy jelenfejlődést, baráti és romantikus szállat is, és nemhogy egyik sem Loki, minden jól áll neki. Legrosszabb karakter. Sokat gondolkodtam rajta, hogy valakit azért is találni kellene, de egyszerűen nincs. Legrosszabb karaktert nem csak azért fogok szerepeltetni, mert rossz, hanem akkor is, ha rosszul kezelt, vagy alulírott. Ebből a szempontból talán Luke nevelő szüleiről többet is megtudhattunk volna, de igazából később a szerepüket is teljesen jegelték, így kivételesen ezt a díjat most nem osztam ki senkinek. Ötödik rész. A birodalom visszavág. A Star Wars egy mindenkinek szóló mese, ugyanakkor fordulatos történet és nagyszerű univerzum is, amit mi sem bizonyít jobban, hogy még hangvételt is képes váltani. A történet folytatásában a Hot bolygón kezdünk, ahol egy leharcolt Luke az erővel próbál magát megmenteni egy űrjeti elől több-kevesebb sikerrel. Végül a fagyhalál ellen Han Solo menti meg egy Belgrész taktikával. Ez egy jópofa jelenet, de azt sosem értettem, hogy az oké, hogy Luke-ot beteszi a melegbeleg közé, de Han az hova mászik? Ő nem fagy meg ott kint? Na mindegy. Szenvedései közben Obi-Wan szelleme elküldi Yodához a Dagobah rendszerbe, így miután ismét lesmárolja a testvére, elindul, hogy Jedi kiképzése beteljesüljön, amíg Hanék lázonganak tovább. A birodalom visszavág egy tökéletes folytatás. Minden, amit lefektetett az előző rész, most egy újabb réteg által építésre kerül. Már az első képsoroktól kezdve kapunk új bolygót, később bolygókat, megjelenik a szárazföldi csata is új gépekkel, katonákkal, lényekkel, de az egész ott válik csak igazán lenyűgözővé, amikor Luke kapcsolata megújul az erővel. Yoda első felbukkanása az új trilógia ismeretében kissé fura,
de ettől függetlenül hamar bebizonyítja, hogy az ötödik rész teszi meg filmes szinten a legtöbb ideológiai háttérépítést. Az erő a korábbi részben egy kicsit ködös, definiálatlan varázslat volt. Bibliai mélységekbe a birodalom visszavág sem merül, de mégis gyönyörűen ötvözi a világvallások pacifista, önmegvalósító, főleg keresztényi és buddhizmusból merített vonalait és nézetrendszereit az erő fiktív mitológiájába. Van egy számomra meghatározó jelenet ebben a filmben, amely üzenete természetesen meglehetősen klisés, de hé, kit érdekel? Fantasztikusan megkomponált az egész jelenet, és talán ennél jobban egy film sem tudta átadni az erőmítosz valódi lényegét, azaz a hit rendszerét. Hölgyeim és uraim! Most kommentár nélkül következzen ez a pár perces jelenet, utána folytatjuk. Itt lak téged. Mester, más dolog köveket mozgatni, és más ezt kihúzni innen. Nem. Nem más. Csak te gondolod, hogy más. El kell felejtened, amit eddig hittél. Hát jó, megpróbálhatom. Nem, ne próbáld. Tedd. Vagy ne tedd. De ne próbáld. Nem megy. Túl nagy. A nagyság nem számít. Nézd csak rám. Engem kicsinek látsz, nem igaz? Ha? Hát tudd meg a látszatcsal. Mert velem van az erő. És az erő hatalmas. Az életből árad. Ezért nagy. Körülvesz valamennyiünket. Összeköt és megvilágosít minket. Nem az izmaidban, magadban, magad körül kell érezned az erőt. Mindenütt, közted és köztem. A fákban, a kőben, mindenütt, igen. Ezért nem megy neked. Gyönyörű jelenet, amely motivál, támogat és erőt ad minden néző számára, miközben saját univerzumát bővíti. Ez a fajta szellemiség az, amely annyira kiemelkedővé tette a Star Wars. De a történet nem mélázik el sokáig, Luke úgy dönt, hogy újdonsült emberi kapcsolatai után megy, hogy megmentse őket, és megvívjon Darth Vaderrel. A negyedik részben láttuk, mire képes Vader egy fénykard párbajban. Ezért a mese döntés elé kerül. Vajon elég tételt vesz a főhős, vagy elbukik? És basszus, a hős nem hogy elbukik, egyszerűen szétszedik. És mikor már az ember azt hinné, nagyobb fordulat nem jöhet. Elmondta, hogy te ölted meg! Nem. Én vagyok az apád. Ma már nyilván mindenki kívülről idézi ezt a jelenetet, de az akciók alatt műfajon belül
ennél nagyobb fordulatot szerintem még nem írtak azóta sem. Egyszerűen zseniális, ahogy tetézi a feszültséget, és úgy ír újra mindent, hogy Isten igazából nem érződik légből kapottnak. Pedig az, abszolút az ötödik rész forgatásán találták csak ki. Eredetileg Obi-Wan lett volna Luke apjának gyilkosa, és azért mondja a negyedik részben, hogy Vader ölte meg Luke apját, hogy... hogy hazudjon. Végül ennek a szálnak ugye nem tudjuk meg a végét, de nem is baj, sokkal jobban jártunk így. Ja, és Han Solo-ból új terméket csinálnak. A Birodalom visszavág az egyik legmerészebb film, amit valaha készítettek. Annak ellenére, hogy nem ölnek meg kvázi senki nevesített karaktert, egy olyan gyomrost ad a nézőnek a gonosz cselekvőképes ábrázolásával és a Vader Luke szál fordulatával, hogy a film történelem írása és a kasszasiker egy pillanatig nem volt kétséges. Ne aggódj, megkeressük Jabbát a hatot és a fejvadászt, és kiszabadítjuk Hunt. Miért van rajtad Han ruhája? Komolyan, nézzék meg a filmet! Lando ebben a jelenetben Han ruháját hordja. Nagyon fura. A sötét tónus és erőábrázolás kibontása, a felpörgetett harcok és melegebb párbeszédek egy olyan trilógia középső filmet hoztak össze, amire pláne nem csak egy lezáró epizódot, de hathatós háttértörténetet lehetett már is építeni. Legnagyobb pozitívum az Én vagyok az apád jelenet fordulata mindent ver, de nem csak a filmben, hanem a zsánerben is, szinte megközelíthetetlen amennyire erős és súlyos dramaturgiai elem. Legnagyobb negatívum a Birodalom továbbra is nevetségesen céloz. Néha ez konkrétan vígjátékot csinál az akciókból. Legjobb karakter, Yoda mester. Legrosszabb karakter, Boba Fett. Micsoda! Boba Fett szerintem egy parlagon hagyott karakter. Utólag nagy mítosz alakult ki körülötte, sőt, ha nincs Boba, nincs a fasza Mandalorian sorozat sem. De azért az eredeti trilógiában a menő ruhája ellenére egy szörnyen alulírott karakter volt minden egyéb jellem nélkül. Mielőtt meghalsz, meg kell tudnod valamit, Lone Star. Mit? Én vagyok az apád, unoka öccsének, az unoka bátyjának a régi szobatársa. Akkor milyen rokonságban vagyunk? Az ég adta világon semmifélében, ezért lakolnod kell. Készülj a halálra! Hatodik rész. A Jedi visszatér. A történet három mondatban teljességgel összefoglalható. Lukék megmentik Hunt, Luke megmenti az apja lelkét. Hanék megmentik a galaxist. Na most nyilván ez egy kicsi sarkítás és sok sztorit le lehetne ennyivel írni, de a Jedi visszatér sajnos a valóban ilyen szögegyszerű. Három részre osztható a film, amit nyílegyenesen követ és minden elemében elég kiszámítható is. Tudom, hogy ez is a szent eredeti trilógia része, ezért nem szokás bántani. De sajnos én messze nem vagyok megelégedve a hatodik résszel. A film ritmusa elég rossz ütemű. Nagyon lassan kezdődik, és igazából mire kifut az egész, akkor sem leszünk teljesen elégedettek. Konkrétan a film majdnem fele arról szól, hogy hogyan mentik meg Hunt. Na most oké. Han Solo az egyik legnépszerűbb karakter, de gyakorlatilag a Csillagok háborúját, tehát a háborút tekintve, azért egy jelentéktelen fogaskerék. És azzal, hogy a film az első felét erre áldozza, törvényszerű, hogy a maradék fél filmnyi játékidőn kell feloldani a két legfontosabb, legmonumentálisabb konfliktusát, a Vader és Luke szállat, valamint a konkrét háború befejezését. Na, hol is kezdjük? A film első fele, a Han mentés nem indul jól, nem túl izgalmas, nem okoz meglepetéseket. Az első pillanattól tudni, hogy mire megy ki a játék és hogy ki kicsoda. De ha valakinek mégsem lenne egyértelmű, a film még nagyon elegánsan meg is mutatja.
Komolyan, itt kinek húzza le a maszkját Lando, ha nem konkrétan a nézőnek? A csodálatos tervet sem nagyon értettem. Rengeteg buktatója és rizikója volt, sokkal értelmesebben is meg lehetett volna ezt oldani. De miután újra teljes a csapat, elkezdünk közelíteni a végzet felé. Viszont nem annyira fenyegetően, mint akár az előző részben történt ez. Pláne, hogy időközben megismerkedünk az evokokkal. Hú, össze kell szednem magam. Én szeretem és kívánom, hogy egy Star Wars film új bolygókat és lényeket mutasson be, hiszen ez az univerzum mindent elbír. Vagyis majdnem mindent. Ezek a primitív, kanibál kis törpemedvék még úgy el is mennének, mondjuk egy Kokolino reklámban. Kapja! Na jó, a Star Warsban is, amennyiben a szerepük nem terjedne túl 3 percen és egy mellékszálon. De konkrétan az evokok az új szövetségesek a végső harchoz! Ugyan már mit tudna ártani egy ilyen kis szőrös félszerzet a pattintott eszközeivel a technikailag szuperfejlett űrnáciknak? Ó, bazd meg. Vannak erre teóriák, hogy elvileg ezek a lények eredetileg inkább Csubakka-féle vadállatok lettek volna, csak olcsó volt a gyerekjelmez, meg hogy azért lettek végül ilyen aranyosnak szánt lények, hogy a birodalom visszavág sötét tónusát oldja a lezárás. Nem tudom, mi az igazság, de hogy rémesek az evokok, azt tudom. A háború ezzel le lett degradálva egy délelőtti matiné szintjére, a felépített, fenyegető, erős birodalom pedig egy inkompetens barmok gyülekezetévé, akik nem bírnak el egy nagyon-nagyon szőrös Tyrionnal sem. Ez nem izgalmas, inkább vicces. És tudom, hogy sok minden a Star Wars, de hogy konkrétan vígjátékot mikor csináltak belőle, azt nem tudom követni, nem tudom megérteni. Szerencsére viszont van még egy szál, ami azért ment a helyzeten. Luke nem csak az erő, de a jó ötletek mesterévé is válik a 6. részre, és miután feladta magát Jabba palotájába a film elején, úgy a végén feladja magát a birodalomnak is. Komolyan, ha áthajtana egy piroson, egyből a rendőrségre menne, ott is feladni magát? Viszont itt végre találkozik Luke a sötét nagyúrral, az új halálcsillag alapjain. Ezt sem értettem soha, ha az első halálcsillag befutcsolt. Miért gondolták, hogy mindenáron ugyanazt kell bevetni újra? Na de Luke, Vader, az uralkodó és a befejezés. Nos, a 4. részben bevezettek minket az erőbe. Az 5. részben megismertették velünk az erő fényes oldalát, a 6. részben pedig itt a sötét oldal. Na végre valami érdekes! Hol van mégis a hiba? Amíg az 5. részben Yoda egy elhúzódó tanítás keretében nagyszerű jeleneteken keresztül vezette be Luke-ot és a nézőt az erő rejtelmeibe és annak hitrendszerébe, addig Palpatine császár hogy teszi ezt? 5 perces tréning, gyűlölet, harag, sötétség. Súlyselerám és sötétség, harag, gyűlölet. Hát ő. Most nem azért, de mire idáig eljutottuk. Konkrétan volt, hogy egy mozdulattal megölt több 1000 vagy 10 000 embert, meg mindent, aki az első halálcsillagon volt. Csak azért, mert most mérgesen odacsap egyet a galaxis leggonoszabb emberének, nem érzem azt, hogy olyan szinten el kellene, hogy ragadja a sötét oldal. Az mondjuk egy kicsit meglepő, hogy Luke végül enged a csábításnak, és elragadja kardját, hogy lesújtson vele. Ezt a jelenetet jól jegyezzük meg a későbbiekre. Luke legyőzi Vadert, Vader megöli az uralkodót, de ezzel életében utoljára tesz még egy olyan jót, megmentve fiát is, és véget vetve a háborúnak, hogy lelke egyé válik az erővel.
és mivel ez már egy csodálatos, újra kiadott verzió, ezért ő még Christian Haydennél is változik, ami roppantó logikus, pláne, hogy Luke soha nem is látta így. This is the end. Legnagyobb pozitívum. Lehet úgy tűnt, hogy sokat bántottam ezt a filmet, de azért tetszett, hogy Luke karaktere beérett, és végül kaptunk egy Jedit, aki előtt rengeteg út és ajtó nyílt meg az univerzum további építésére. Ezt meg is tette sok könyv, képregény vagy játék, például a Jedi Academy című játékban konkrétan a tanítványává is válhatunk, erről bővebben beszélek is egy másik videómban, link a leírásban és a videó végén. Legnagyobb negatívum. Hát... sajnos eredeti trilógia ide vagy Yoda, szerintem ezersebből vérzik a Jedi visszatér. Rosszul van felépítve és ütemezve a film. A dramaturgia nagyon karcsú, végül egy karakter sem hal bele a háborúba, kivéve a rosszak, de azok is kőkorszaki kismacik meg egy szimpla pankráció dobás miatt. Ami fordulat pedig van a filmben, hát... nem mondom, hogy ront a történeten, de szerintem Jottán itt sem javít rajta. Az, hogy Vader Luke apja, egy nagyon váratlan húzás volt, és remekül működött. De az, hogy Leia meg Luke ikertestvére, szerintem nem adott hozzá sokat a nagy egészhez. Ráadásul Yoda szépen felvázolta, hogy az erő mindenhol és mindenben ott van. Csak nem mindenki él vele. Most hirtelen nem kell minden erőérzékeny embert Vader vagy bárki Jedi leszármazottjává tenni. Ha anyukám orvos, apukám meg ügyvéd, én nem leszek automatikusan doktor, attól még lehet egy alkoholista, lecsúszott testét 20 forintért áruló csöves leszek. De szerintem a legnagyobb hiba mégis a háború és a sötét oldal elbagatelizálása. Legjobb karakter. Luke Skywalker. Legrosszabb karakter. Az összes rohadt tetves kis gumimaci evok, bocs! Oké, emberek, kezeket fel! Oké, akkor most le a sisakokat, húzás kifelé, és ássátok meg a sírotokat! Hát, ez elég durva. Kus legyen, a film tele van cukiszarsággal, ez jót tesz majd, na gyerünk kifelé! Nekem családom... gyorsabban! De én adott rögzítő vagyok. Oké, de nyírd ki! Mi? Nyírd ki! Fogd ezt a kést és szúrd szájba! Ne, kérem! Pofa be! Ha meghalt, vágd le az arcát és hord, mint egy maszkot! Kérem! Eddig vagyok az evokokkal! Na, szúrd le és hord az arcát! Menj haza a családjához az arcával az arcodon, és lássuk, mikor jönnek rá, hogy nem apu jött haza! Ne mozduljatok! Te, mocskos lázadó! És hogy milyen az eredeti trilógia? Összességében zseniális. Fantasztikusan használta Lucas az ihletforrásait, legyen szó Fritz Lang Metropolisáról, Akira Kurosawa szamurái filmjeiről, vagy konkrétan a második világháború eseményeiről. Még ha a záró akkord félre is ment, egy olyan kiváló világot teremtettek meg vele, amivel a mai napig bátran lehetne elmesélni. Akciót, kalandot, szerelmet, rettegést, tudományt és fantasztikumot. Nem igazán van megkötés. Ebben a végtelen fantáziában gátat, egyedül a kreativitás nem megfelelő használatot szabhat.